Mentőszolgálat, jó napot kívánok, miben Jó napot kívánok, segíthetek? segítsenek, mert a feleségem összeesett, nem tudok vele beszélni, Jó meg sem napot, otthon, segítsenek kérem, nagyon nagy kívánok, baj egy van. pontos címet legyen kedves. Szolnokon vagyunk. Így zajlik egy általános gyakorlati vizsga a Szolnoki Mentőállomás épületében, a Szolnoki Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Turisztikai két tanítási nyelvű szakképzőiskolája az országban elsőként szervezte meg OK és mentés irányító képzését, illetve szakmai vizsgáját. A 6 hónapos ingyenes oktatáson a megyeszékhelyen 17-en vettek részt. Ez a tanfolyam mentőápoló képzésnél egy szinten magasabb végzettséget jelent a résztvevőknek. Aki már ezzel a végzettséggel rendelkezik, nevezetesen a gyakorló mentőápolóval, már nem sokat kell hozzátenni, hiszen ez egy fél éves képzés. A mentés irányítással foglalkozó tudományokat tanulják meg igazából a tanulók. A gyakorlatban megnézik, hogy hogyan is történik a mentés irányító központnak a munkája. Egy-egy telekommunikáción keresztül érkező hívásnál mi a feladatuk. Természetesen jogi, etikai és pszichológiai ismereteket is tanulnak ezek a tanulók. A szolnoki mentőállomáson 100 mentőtiszt dolgozik, ebből 20-an a mentés irányításban tevékenykednek. Veszik a feladatot. Ugye most már 112-től kapjuk át a feladatot adatlapon. Ezt értékelik, ennek prioritását megítélik, a feladat prioritását. A bejelentőt kikérdezik, instruálják, döntést hoznak a feladat sürgősségéről. A mentés irányító képzést 2018-ban jegyezték be a szakmajegyzékbe. A Szolnoki Szakképzési Centrum Vásárhelyi Tagintézménye 2019-ben szervezte meg először mentésvezető tanfolyamát, melyre a megyeszékhely lakosaink kívül távolabbra is érkeztek résztvevők. Örültünk neki, hogy végre egy pár évvel ezelőtt gondoltak erre. Az OKI Bizottság létrehozott egy ilyen mentés irányítói képzést a mi számunkra is. Úgy gondolom, hogy ez egy speciális képzés volt, mindenféleképpen bővült a tudásunk. A vizsgázók közül volt, aki már több mint 20 éve a szakmában van. 22 éve dolgozom, ez az első munkahelyem, itt kezdtem a pályámat, nagyon fontosnak tartottam, hogy amit végzünk, amit csinálunk, arról legyen egy OK és elismert bizonyítványunk. A délelőtti szakmai vizsga sikeresen zárult, ugyanis minden tanuló levizsgázott.